Kérlek, most állítsd meg a videó lejátszását, és olvasd el ezt a figyelemfelhívást. Miután elolvastad, utána folytasd csak a videó lejátszását. Köszönöm. Sziasztok! Elég régóta nem jelentkeztem, aminek részben az volt az oka, hogy nem túl sok hír volt, amit meg tudtam volna énekelni egy videóban, de most egy-két olyan dolog van, amit talán érdemes egy rövid videóban bemutatni. Az első és talán a legfontosabb az, hogy ne felejtsétek, hogy december 3-án ismét Zoom call lesz, ami Dubajból élőben jelentkezik a Jeremy és az Edward, illetve az Ilia, illetve talán a Dr. Annabeckert is bekapcsolják, és ismét lesznek bejelentések, amik talán még attraktívabbá teszik ezt az amúgy is nagyszerű üzletet. Úgyhogy ha minden igaz, az megint délután 3 órakor lesz 3-án, úgyhogy már nem sokat kell aludni ehhez. Aztán ugye nem felejtettük el, vagy nem felejtjük el azt, hogy volt egy olyan terv, hogy különválasztják a kriptóból átpakolt tőkét, illetve az eredetileg is TIR csomagként vásárolt forexes tőkét, és ez meg is történt most, reggel nézem, akkor még nem volt meg, bár kiraktak már a Telegram csoportba, de most délután elnéztem is már megvan. Láthatjátok, hogy van jó néhány extra bejegyzés, amiről szeretnék most gyorsan néhány mondatot mondani. Ugye a Total Contributions, ez a teljes befizetett eddigi összeg, ez most a kriptó, illetve a Forex együtt, ha minden igaz. A jelenlegi balanszunk, a jelenlegi egyenlegünk, ami a profittal növelt része a tőke és a profit összessége. Aztán total profitsként mutatja a kriptó, illetve a Forex által együtt keresett mennyiséget. A total contribution profitként írják azt, amit a Forex maga egyedül keresett volna. Itt láthatjátok a 2% közötti nagyobb összegkülönbséget. És itt alul van a total transfer profit, ami a kriptóból átpakolt tőkének, amit külön az keresett, és ez azért nem gyenge, mert ugye, hogy is van, november 1-én, igen, ez volt, azt hiszem, november 1-én 218, de $219 került át, és az már 32, majdnem $33 keresett, úgyhogy ez tök jó, ez a 15%, de hát az egész kombináltan és együtt keresi szépen az összegeket, és csak hogy mutassam nem feltétlenül felétek, hanem magam felé, hogy mennyire bízom ebben az egészben. Itt látod, ugye a mai nap, nem még egy órával ezelőtt egy újabb TIR 3-as csomagot megvásároltam. Lehet, hogy jobb lett volna egyben egy 800-as, de végig tök mindegy, ezzel ugye nem csak a tőkét növelem, ami majd talán holnap után bekerül a kereskedésbe pluszba, hanem ez 400-at, ugye akkor két részvény, plusz két részvényt is sikerül az eddigihez hozzárakni, ami most már itt van 26, ami nem tűnik soknak, de szerintem azért hosszú távon ez szépen fog ez is hozni, ugye az Edvárnak a veszőparipája az, hogy ő azt mondja, hogy akár hiszük, akár nem, ez szerinte, és hát ő elég régóta mozog üzleti körökben, biztosan tudja, miről beszél, többet fog hozni, vagy írni, mint a akár a forexes, akár a kriptó termék. Ezekről egy-két szót, amit szoktam mondani, ugye hétfőnként, keddenként szoktam egy összesítést csinálni, az, hogy
Mennyi a teljes befizetés? Ez most 95,9 millió dollár, ami a kereskedésben van, 27,6 millió dollárnyi lett eddig kikérve és kifizetve, ez 1,5 millió dollár, ugye a múlt héten ez 1,2 volt, és a kettő arányossága minimálisan nőtt, tehát a folyamatos a befizetés, egy kicsit kevesebbet fizetnek be, mint amennyi ki van kérve, úgyhogy 28,86% ennek a 95,9 millió dollárnak lett már eddig kikérve és kifizetve, úgyhogy szerintem arányaiban nagyon szuperül állunk. A múlt hét az nekem 7,87%-ot hozott, és hogyha megnézzük a cég teljesítményét, ugye, ami nincsen úgymond terhelve azzal a 30%-os teljesítmény költséggel, amit levontak, amikor mondták, októberben talán, október 4-én, akkor az 16,35%-ot jelent. Ugye ez, itt az olló azért egyre inkább nőni fog, hiszen időkérdés csak, hogy minden fiókot terheljen ez a 30%-os levonás, de nincs is ezzel semmi, hisz az egész rendszer így van felépítve. Átlépjük a 171 ezer tag létszámot is, most már szinte folyamatosan 150 fővel nő a napi regisztrálóknak a száma, ami nem csoda a teljesítményt látva. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon szép alapokat épít a cég, és építünk a céggel közösen a februári dubai eseményre. Úgyhogy hogy nagyjából ennyit szerettem volna ma ezzel a nagyon rövid videóval nektek elmondani. Úgyhogy örülök neki, hogy dolgoznak, látszik az eredménye, a teljesítményt hozza a Forex, a kripto az annyira nem, már Ibiza úgy látja, hogy ez is elkezdett indulni, én ezt még annyira nem látom továbbra sem. De azért az látható, hogy zöld napok egyre többek vannak, de igazából, hogyha látod, hogy ezek ilyen nagyon minimális, ilyen 0,1% plusz-minuszban van, ami változik, itt volt egy 0,5%, 0,8% ami nagyobb volt, de úgy nagyjából hasonló szinten vagyunk. A kezdethez képest az a 97 dollárból 109-nél tartunk, azért az egy szép ugrás volt, de volt 112 is, úgyhogy ez még azért iparkodni kell, de hát amit látunk, hogy szinte nincs olyan hét, hogy ne hallanánk, hogy valami nagy DeFi-os dolog beborul, ahhoz képest ez még mindig egy jó teljesítmény. Úgyhogy ennyit mára, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!